Üdvözlünk mindenkit ezen a kellemes, nyugodt szombat, hát most már lassan éjszakán, itt Észak-Amerikában a Unicorns of Love mérkőzése után az első meccs már véget ért, ugyebár a TSM-nek sikerült legyőzni a Phoenix Sun csapatát, de még visz fordíthat a Phoenix Sun, hiszen egy BO3-as szériáról beszélgetünk, és szeretném üdvözölni nagy visszatérő társamat, aki most a nyaralásból tért vissza. Tudom, hogy ti már hallottátok, de nekem akkor is ez az első alkalom, mióta itt van. Szervusz, Edi! Üdvözlünk újra! Szervusz, kedves Livius, üdvözlöm a kedves nézőket is. Borzalmasan hangos vagy egyébként, de... Tudom, de hát ezt már hallottam párszor. Jó van, szóval, ahogy te is mondtad, a TSM csapata az első mérkőzést el tudta hozni, de ugye a szériát még nem. Uh-huh. Hogy ez meg is történik, az nyilvánvalóan még a jövő zenéje. Az biztos, hogy a Phoenix Sunnak azért ehhez még lesz egy-két hozzáfűzni valója, de hogy ténylegesen mekkora ellenállást fognak majd tudni jelenteni a TSM számára, vagy hát az egy jó kérdés. Mégiscsak a majdnem az első játszik az utolsóval. Uh-huh. Sőt, ugye a Phoenix Sunnak komoly gondjai vannak, hiszen hát mondjuk úgy, hogy elég erősen érzik a kiesés szelét, amire mondhatnánk, hogy ebben nagy melegben valamilyen szinten kellemes, de nem az. És hát azért harmadik helyezetként nem kellemes kiesni a nyári alapszakaszban, ugye, tavasszal a harmadik helyet foglalták el. Igen. Míg a TSM-nek igazából csak nyernie kell, és semmi más nem kell csinálniuk ahhoz, hogy az első vagy a második helyet megkaparintsák. De igazából az, hogy most első vagy második, annyira nem releváns, csak nem szabad, hogy a CIG lehagyja őket, akivel egyébként még játszanak ezen a héten. Tehát, hogyha most a TSM veszít, akkor ez egy abszolút döntő lesz, ha pedig nem... Hát, ha a TSM veszít, akkor az Immortals az első. Ez így van, viszont akkor a CIG lehet a második. Igen. És akkor a TSM harmadik, és ugye akkor jóval nehezebb dolguk lesz a rájátszásban. Szóval ezt el kell hozniuk, utána pedig le kell győzni a CIG-t, és akkor a TSM-nek borítékolhatjuk az első, illetve második helyet. Igen, épp ezért azért várhattuk volna azt, hogy talán majd inkább a holnapi mérkőzés lesz számukra a fontosabb, vagy a döntőbb, de hát nyilvánvalóan a Phoenix Sunt kötelezően le kell győzniük. Nyilván, ahogy ugye már beszéltünk róla, ehhez jó úton haladnak. És igazándiból egy mérkőzésre vannak ettől. Már csak. Uh-huh. Ugye az első mérkőzésről sajnos ugye nem láttuk konkrétan, mivel hogy a Unicorns of Love még nem bírt el a Splice-szal, de egyébként egészen gyorsan végeztek. És hát ugye ez pedig még egy korábbi visszajátszás, ahol a Phoenix van, még az Echo Fox-szal játszott, akinek szintén egyébként lesznek mérkőzései a holnapi nap folyamán, majd a Cloud9-nal kell szembenézniük. Itt is lesznek egyébként érdekességek, hogy ugye a Cloud9-nak lehetőség jön a harmadik helyre, de lehetnek ötödikek is. Konkrétan az Echo Fox pedig szintén abban az alsóbb négyesbe tartozik, uh-huh. akiből a kettő ki fog esni. Ugye oda tartozik a Phoenix van, az Echo Fox, a Team Liquid és a FlyQuest. Ebből a négyesből hát kettő újra a Gold Coin United és az E-United-del kell megmérkőzzenek, ahogy ugye tavasszal a Team Liquidnek, illetve az Envy-nek. Aztán kérdés, hogy lesz-e megint majd Kartus Mid, ami aha. győzelmet érhet majd. Emlékszem arra a legendás napra, igen. Kitiltották, és 2-2-re visszajöttek. Igen, igen. Csak hát akkor ugye Pigrit volt az, aki a középső ösvényen játszott a Team Liquid csapatánál. És hogyha már ugye itt a kieső csapatokról beszélünk, vagy a hátsó régióban szereplő csapatokról, azért még egy-két szót ejtsünk szerintem a Phoenix Várról. Nem kezdték jól a szezont. Ugye a tavalyi... A tavaszi? Tavaszi alapszakasznak a legjobb játékosa lett Ero. Ahhoz képest az idei szezon borzalmasan gyengén kezdte. Nem is ő, hanem az egész Phoenix Sun csapata. Uh-huh. És hát nagyon úgy tűnik, hogy hiába új dzsungeles, hiába új középső ösvényes, azért nem tudnak kilábalni abból a rossz szériából. Pedig, ha emlékszünk a Rift Rivals-re, ott azért eléggé magabiztos teljesítményt nyújtottak, és gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a többi amerikai csapat, ők is szanaszéjjel gyepálták az európaiakat. Sajnos, sőt, hát igazándiból nem sok kellett volna ahhoz, hogy ők jussanak a döntőben a TSM. Javult a játékképe a Phoenix Sunnak. Igen, csak egyértelmű, nem párosul hozzá. Pontosan, nem tudnak szériát elhozni. Tehát, hogy 2-0-ról 2-1-re váltották a helyzeteket, aztán rizikós volt az utolsó mérkőzés, ahol általában kikaptak. Igen. Tehát annyira volt jó ez a változtatás, és ugye a meta is átalakult, tehát azt sem szabad kihagynunk, hogy Ero visszakapta egy időre a kis Jinnyét, akivel ugye halálosságot játszhatott. Talán egy kis pek volt, hogy például pont azon a héten, amikor ez nagyon erős volt, akkor került szembe Kodisannal, aki pedig elhozta előle, és azt hiszem, hogy bemutatót tartott nekünk abból, hogy milyen az, amikor egy igazán komoly Jin játékoshoz kerül ez a karakter. Tehát a Phoenix annak jó volt arra, hogy egy visszatérést mutassanak, de nem vagyok benne biztos, hogy elég ahhoz, hogy ne kelljen
játszaniuk a bennmaradásért. Megmondom őszintén, én a promócióban, vagy a relegációs tornában nem igazán féltem őket, mert azért a tapasztalatuk az óriási, még annak a tapasztalatlan Mike Youngnak is, aki ugye csak nem régen csatlakozott, hát neki meg szerintem egyébként az egyéni játéktudása az, ami egyébként kiemelkedő, és szerintem a csapatának az egyik legjobbjává teszi őket. Viszont az biztos, hogy valamit változtatniuk kellett, hogy az éppen az, hogy Riut parkolópályára helyezték, az egy másik kérdés, mert Rio véleményem szerint nem teljesített kifejezetten gyengén, vagy rosszul, de az, az igazság, hogy jól sem. Tehát nem nagyon emlékszem olyan mérkőzésre, amikor mondjuk jó középsősvényesként a hátán elvitte volna a csapatot. Kettő karakterrel volt képes jó teljesítmény nyújtani, Korkival és Árival. Ez a kettő volt. Ezen kívül egyébként pedig magasan kitűnt a csapatból és a rossz irányba. Tehát voltak olyan mérkőzések, ahol direktbe Riónak a rossz teljesítménye volt az, ami elvitte a Phoenix annak a meccsét. Nem akarom őt savazni, de egyértelműen feltűnő volt, hogy például Björksonnel szemben, most mondjuk egy eléggé kemény ellenpéldát hoztam, de brutális különbségek voltak. Tehát, hogy Björksonnek azt hiszem 7-6-os táliája volt, Riónak meg 6-1. Igen, de ahogy egyébként éppen itt a képen is láthatjuk, nem tudom, hogy ti mit láttok belőle, de az előző mérkőzésnek az embere egyébként nem volt más, mint Björksen. Tehát azért a helyzet az úgy tűnik, hogy nem igazán változott, teljesen mindegy, hogy melyik középső ösvényessel fog küzdeni. De hogyha már Riu, akkor igen, a második mérkőzésre őt ültetik be a középső ösvényes szék mögé. És hogyha már középső ösvényes és Riu meg Pirán, azért azt hiszem elárulhatunk annyit, hogy még a meccsek előtt mi is éppen arról beszélgettünk, hogy igazándiból az, hogy Pirán elment az Envy csapatából, nem tett jót sem az Envynek, sem neki, mert azért, ha most nézzük a Phoenix Vant, akkor ez neki abszolút egy visszalépés. Tehát igazándiból ezzel a cserével úgymond mindenki veszített, egy dolog lehet, ami miatt Pirán nyert, az meg semmiképpen sem a pénz. Ja, de... Nem tudom egyébként. Csúnya. Hát, hogyha jól tud teljesíteni, akkor Riut egyébként akár le is válthatják a Phoenix-ban, én úgy gondolom. Legalábbis esetlegesen például a relegációs tornára már simán benne van, hogy Pirán játszhat a helyén. De igazából az a helyzet, hogy szerintem Pirán vagy Riu Björksonnel szemben teljesen mindegy. Tehát aki ide tud rittyenteni nekünk egy 7-0-10-es Korkit, egy Korkit, akivel nem sokat játszott, és nem is mondanám Björksonnel legerősebb karakterének azért, legalábbis a legmagabiztosabbnak, de hát... De alapvetően, hogyha már azt mondanám amerikai LCS rajongóknak, hogy Björksen, mindenki tudja, hogy mire gondolok. Nincs szükség magyarázkodásra. Igen. Úgy, ahogy Jensen jelenlegi teljesítményét sem kell már szerintem senkinek magyarázkodni. Hétről hétre csak nő a KDI-ja, és erősebb és magabiztosabb teljesítmény nyújt, még ha ez a csapaton nem feltétlenül látszik is. És az, amit itt felhoztál, hogy Mike Younggal együtt mi lesz a relegációban a Phoenix Fannal, lesz-e Mike Young a Phoenix Fannban még akkor? Aha. Igen, ez... Nanóval már pedzegettük kicsit, hogy hát pont akár a TSM csapata lehet az, aki, hogyha mondjuk valahol erősíteni szeretne. Hogy lehet, hogy Nano Svenskrent akar lecsinni a TSM-ből, nem igen, is igen, igen, de azért van benne valami realitás, ha nem is éppen a TSM csapatába kerülhetne, de Amerikában van még számára előrelépés. Egy erős középcsapatba el tudom képzelni, akár egy Dignitasba, simán. Igen. A Cloud Mine-ben nem, mert kontrakt azért eléggé jó teljesítmény, a CLG-be ugye most Omar Gad azért más. De a választási és tiltási fázis közben nem pörög. Pörög bizony, ahol a TSM csapata rögtön tiltott egy LeBlancot Riuval szemben, majd egy Alice-t Mike Youngtól vették el, hát Nidalit ugye bár még nem, de majd megláthatjuk, meg azt is, hogy egyetlen marad-e Gragas. Az viszont biztos, hogy Double Lifthez sem érkezik majd Caitlyn, és sem Svenskeren, de még inkább Hauncer sem fog játszani Jarvannal. Nem fog bizony. Tristanát pedig eltiltották. És nem Double Lift elől, hanem Double Lift ég tiltották el, ami abból a szempontból érdekes, hogy ez a kis hőse az, amire azt mertem mondani, hogy meg lehet fogni, viszont csak úgy, hogyha erogineshet, X-Special pedig hoz mellé egy Braumot. Igen, viszont azért Double Liftnek így is, ó! És mindegy. Ez volt a másik, igen, bocsánat, igen. Hogy... Nem, nekem is, mondjad csak. Ami eszembe jutott, hogy a Phoenix annak a másik dobása, amire én gondoltam, az nem a Kartusz választás semmiféleképpen sem, hanem a túlvilági alsó ösvény. Igen. Ami szerintem, sőt nem is feltétlenül a túlvilági, inkább a Kalista Braum kombó. Még ezt is merném mondani, hogy azzal lehetett volna megfogni Double Liftet, aki viszont kalisztázni fog. Tehát a Phoenix annak felmaradva a lecke, mit hozzunk rá? Nem tudom, a mérkőzés még el sem kezdődött, de Riut már most tök idegesnek látom.
Régóta látsz érzéseket. Hát nem láttad? Nem. Kifejezetten mérges arca volt, vagy nem tudom, lehet, hogy nála ez az alap, de... Igen. Lehet, hogy csak amiatt, hogy megmutatták azt a Jace-t, ami hogyha érkezett volna, akkor egészen biztos, hogy Ryuhoz megy, nem Zeke kezei közé. Hát igen, Zeke nem a legmagabiztosabb Jace. Igen. Hát sokat veszített vele már. Az az igazság, hogy Ryu se... Na mindegy. Kane. Így van, Kane érkezhet a TSM oldalára. Viszont, ugye láttuk, hogy már Caps is játszott vele. Uh-huh. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy Svenskeren ehhez. Zeke viszont bezzen, nincs a tiltó listán. Most legyek rossz májú, és mondjam azt, hogy 2-0? Hát ez lehet egyfajta realitás, sőt, ez lehet a realitás. Nem is egészen biztos, hogy a Zeke miatt, de ettől függetlenül simán benne van, hogy a TSM le 2-0-ázza a Phoenix Van csapatát. Tarik! Ez az. Erős visszatérő egyébként. Most egy napilag folyamán már volt. Igen, elő-elő kerül egyébként Tarik választás, ugye múlt héten is, és ezen a héten is. Láthattunk már jó kis Tarikokat, és eddig a TSM kompozíciója kegyetlenül erős. És nem túlzok szerintem. A Phoenixonnál vannak válaszok. Például ugye Trash az egy tökéletes válasz a Zeke beérkezésekre, feltéve, hogy jön ki a lépés, mert ha nem, akkor meg teljesen... tehát... haszontalan konkrétan. De Ryu megkapja a korkiát. Hát ezt megkapja. De tudjuk, hogy azért olyan sok játékosnak a kezei között nem is feltétlenül működik jól ez a hős. Ryu-nak a korki játékában, igen, bízhatnak, de éppen Bjergsen ellen. Ezt azt hiszem már ecseteltük jó pár alkalommal, meg hát láttuk, vagy hát legalábbis a statisztikákból láthattuk, hogy Bjergsen micsoda vadállat volt vele. Egyébként pont ezt írtam fel, hogy abban az esélyben lehet a középső ösvényen a Phoenixon egy dobása, hogyha Ryu kap egy korkit. Igen, igen. Tökéletes. Gnárt viszont nem fog hozni Hunter, és hát kíváncsian várom, hogy például Kled hol végzi, illetve ha nem is Kled, akkor Gragaszt átengedi-e a TSM csapata majd Mike Youngnak a fenét, vagy Zignek. Hát, nem tudom, nem, mert most meg elgondolkoztam Maokáján, hogy hova megy az végső soron, de igazából még az sem teljesen letisztázott. Az biztos, hogy sen nem fog jönni. Én még ezt a Jace sem feltétlenül zárnám egyébként ki. Mm-hmm. Az is érkezhet bármikor. Ami engem igazán érdekel, hogy Arrow mit fog hozni, hiszen sen tiltották ki. Tehát Zignek vették el a senyét, és én úgy gondolom, hogy azért, mert nem akarják, hogy felépíthessenek egy olyan kompozíciót, amivel Ryut és Arrow-t egyszerre lehet védeni. Kitiltották ugye Camille-t és Gnárt. Ez a kettő általában egymásra szokott érkezni, ez a két választás, de Jarvan például még benn van. Jarvan bent van, ugyanúgy, ahogy többek között például Ash is bent van. Aha. És Jean is, de az az Ash, aki ugye olyan szempontból érdekes, hogy Double Lift kezei között egy elképesztően jól működő hős lehet. Na most ugye az már nem jön, mert Kalisztát választottak, de ez inkább szerintem egy Arrow elleni elválasztás lehetett. Ez majdnem biztos. Viszont az a gond, hogy én úgy érzem, hogy Arrow kogmózni fog. Nincs reális okom, hogy miért. Simán. Viszont tankírtó az a karakter. És mi van Sivirrel? Érkezik néha-néha. Ó, ha már tankírtás, Draven. Meglepi. És a Phoenix vannak talán ez a legjobb húzása, a meglepi. Ez volt a legeslegkomolyabb, amit csinálhattak. Arrow már játszotta, nem tudom, hogy ebben a szezonban játszotta-e, de a tavalyiban, vagy a tavasziban egészen biztosan. Egy alkalommal sikerült elhozni ezt a hőst. Igen. Akkor viszont győztek vele, és hát sokat. És ez tavasszal volt egyébként a rájátszás során. Akkor sikerült egy mérkőzést ezzel a Draven-el elhozni. És úgy tűnik, hogy nyáron is érkezett már. Csak ezt ugye nem ő, nem feltétlenül Arrow hozta el. Chogat pedig érkezik a TSM-hez. Ami valószínűleg Hunter kezei közé fog landolni, azért a Zeke felső ösvény érdekes lenne. És Bjergsen, hozd a kassziót! Igen, gyakorlatilag ha van valaki Észak-Amerikában, aki ellen nem érdemes tiltani, vagy ha igen, akkor maximum egy Syndrát, akkor az Bjergsen, így is annyi hőse van, amit választhat. Vagy arról nehéz egyáltalán beszélni is. Most éppen megkapta talán a második legkomfortosabb választását. Buci, hol vagy ilyenkor? Shyvana. Shyvana. Frankon? Shyvana. Nem lesz újra választás? Nem fogják nulláról kezdeni, nincs, hogy nem ezt akartam? Nem, Mike Young Shyvanázik. Mike Young Shyvanázni fog. Igen.
Na gyerünk fiú, mutasd meg. Na jó, oké, imádom a Phoenix Sunt, és nem érdekel, hoznak egy Sivanát, és hoznak egy Dravent, és ezt a kombót fogják összerakni a TSM-mel szemben. Hát igen. Úgy, hogy az a tét, hogy kiesnek-e az amerikai nyári alapszakaszból. Figyelj, minden mindegy alapom. Igazándiból... Ja. Hát ez szerintem egy zseniális lépés most. És hogyha Mike Young... Hát vagy az, vagy 20 perces stomp match. Lehet, de akkor is megéri. Ha más nem, arra, hogy figyeljenek rá. Amikor Double Leaf meghalt a Börösszeler háttal szemben. Tehát az sem a legszebb mozdulat volt, mégis a mai napig mindenki emlékszik rá. Wow. Hát nagyon remélem, hogy Buci néz minket, bár azért nem feltétlenül tennék fogadásokat, de akkor legalább visszanézi majd, holnap elmeséljük neki. Mike Young Sivana fog érkezni, és amilyen agresszív ez a srác, és amilyen komolyan tud játszani a dzsungelben, és a játék stílusához, ez a hős illik. És nem Nidalit hozott, pedig el lehetett volna hozni. Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe a kombóba tudott volna vele érvényesülni. Miért is ez Sivana? Milyen kombóba látok? Na jó. Persze, persze. Működjön, legyen úgy. Nidaliban van sebzés, de most rádobsz a csogatra egy dárdát, aztán ráúrasz, és így megöl. És így köszi. Hát, hogy túl sok mindent nem tudsz el csinálni, érted? Na de, a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, hölgyeim és uraim, Észak-Amerikában a nyári alapszakasz utolsó előtti napjának első BO3-as szériájának második mérkőzése veszi kezdetét, ahol eldőlhet, hogy a TSM megszerzi-e az úgymond kötelező pontját, vagy a Phoenix-en meglepi csomagja kellemetlenebb lesz nekik, mint gondoltuk. Hát egy 30-35 percen belül ez mindenképpen ki fog derülni. A cserebere pedig mind a két oldalról működik. És egyébként Rionál Durán pajzsa található, miközben... Indul a buli rögtön az elején. Hauncer próbál visszamenekülni Mike Young. Igen, a Sivanának adja. Rengeteg mozgássebességgel. Mi folyik itt, emberek? Itt van X-Special, villan és nyúz. Hauncer kap egy égetést. Érte villan, Ryu, még egy lövés kéne. És megvan az első gyilkosság Ryunál. Azon a Corkin, Svenskren is menekül, de ne felejtsd, hogy ő még szétesett. Be kell jutni a torony alá, így van. Egy villanástól van megfosztva. Svenskeren és Hauncer is. Ryunak mondjuk nincs idézői képessége, és X-Specialnek sincs. Na, de nézzük, hogy hogy is történt ez. Hauncer lefelé menekül, rálátásra ugye rendelkezett Zig és egyébként az egész Phoenix van csapata. Aztán jön a ping, meg a jelzés is. És akkor Mike Young elkezdi a kis sebző hadjáratát. És nagyon furcsa volt, és feltettük szerintem mindenkettel a kérdést egyszerre, hogy X-Special mi a fenét csinálod? Hát mit csinál? Villan, News, két emberre az éget, és egyből kijött tőle. Az alaptámadások pedig, hát végén befejezték Hauncert. És még ugyebár Svenskrennek is el kellett villannia. Hát bekezdett a Phoenix van. Kérdés, hogy milyen lesz a folytatás, de tény, hogy ahogy elindultak, az dicséretes volt. Bátornyitás. Igen. TSM nagyon... nézd meg X-Special mit művel. Konkrétan azonnal rá ugrik Double Liftre, hogy na ezen az ösvényen nektek nincs helyetek, srácok, ezt mi fogjuk elhozni. X-Special, akit egyébként CLG verőnek is hívnak, ugyanis a legsikerebb statisztikája neki van, a CLG-t valahogy majdnem mindig sikerült hát keményen megszorongatni, függetlenül attól, hogy melyik csapatban játszott, és hát az egyik talán legemlékezetesebb az a múlt heti veresége volt a CLG-nek, pont a Phoenix Suntól, talán a TSM is meg lehet. Jó kérdés, az biztos, hogy Double Leaf tudna erről mesélni. Azt tuti. Aki ugyebár azért megfordult többek között a CLG csapatában is. Mike Young-tól viszont jó a lopás, és hogyha elég ügyes meg gyors, akkor még a sajátját is eltulajdoníthatja. Kérdés, hogy a vörös erősítését elveszíti-e ezzel egy időben, mert Svenskeren próbálna érkezni arra az erősítésre. Érkezik is, ez pedig át fogja adni Mike Young Svenskerennek. Ha Hauncer érkezik megtámogatni társát, ha esetleg valami kellemetlen meglepi lenne még egyszer, Mike Young pedig közben halad a dzsungelben, ahogy csak szeretne. Kíváncsi vagyok, hogy lesz egyébként rajtaütése miatt eléri a hatos szintet, vagy inkább azt a taktikát választja, hogy nagyon gyorsan befejlődi hatos szintre, és onnan lép tovább. Svenskeren pedig lakomázhat ingyen Mike Young dzsungeléből. Itt pedig az ugrást kétszer is meggondolta, inkább a toboszt használta el. Mike Youngnak ugye nincsen falakorát
használható képesség egészen a hatos szintig, úgyhogy ez egy okos húzás volt, hogy eltúlítottta a Toboz tőle. Jó, és Björksen pedig a középső ösvényen, hát élik a mindennapjaikat. Hát amennyire agresszívan kezdték egymásra a csereberét, annyira nem láthattuk igazándiból semmit. Azt azért ne felejtsük el, hogy Rionak csak egy életerő visszatöltő itala van szemben Jörzönnel, akinek kettő is. Ez igaz, én eltulajdonított egy-két krugot Svenskerentől, azzal az egyetlen egy cicával. Szép, a Phoenixon visszaszerezte egy részét annak, amit Svenskeren el akart hozni. És ugye nagyon fontos lesz, hogy Ero előbb hozzá egy gyilkosságot, mint hogy megölik. Aha. Hát az biztos, hogy égetése már X-Specialnek visszatért. Tehát agresszív játékra lesz lehetőségük. Próbálják kábítani Erót, Biofrost lenne a célpont. Igen, gyilkosságot akar Ero. Viszont Double Liftnek nagyon szépen tért ki a dobás elől, viszont nem lehet befejezni Biofrostot. De nézd meg, négy idézői képességet használt a TSM. Ezzel szemben összvisz kettőt a Phoenix-ra. Igen. A villanása pedig X-Specialnek még csak most fog majd visszatérni. Ugye lehetősége nem is volt, hogy elhasználja. Mike Young pedig megint csak próbálnak garázdálkodni Svenskerennek a dzsungelében, ugye rajta még ott van a kék erősítés. Vörös egyelőre nem látott ezen a mérkőzésen, hát ahogy egyébként Svenskeren sem kéket. Svenskerennek lesznek managondja. Ja. Olyan sok azért mégsem, Mike Young. Legalább annyi, mint Mike Young. Ez pontosan így van. Csak Mike Young azért biztosítja a kékkel is, hogy töltési idejesen legyen olyan veszélyes. Hauncer. Hát neki azért még kell idő. Itt a felső ösvényen a tankok csatája van kibontakozóban. Zik pedig ugye hazatér. És indít egy nullvarás köpönyeggel. Igen, jó néhány hete volt már az, amikor még, ha emlékezettem nem csak éppen Pierce-el kommentáltunk egy meccset, amikor a Korki nagyon pofátlan volt, és nem tisztelte az ellenfélnek a varázssebzését, hanem rögtön elkezdte a háromság hatalmát. Igen, nagyon-nagyon ráfázott. Már nem tudom, melyik meccs volt, csak ez maradt meg bennem. Na most Ryu nem követi el ezt a hibát. Rögtön átoknyelőt vett, amint erre lehetősége volt. Még egy olyan Cassiopeia-val szemben is, akinek pedig ugye hát a sebzése elméletileg majd később kellene csak, hogy megérkezzen. Addig pedig az istennő könycseprére gyűjtögetheti a jelzőket. X-Special! Nem sikerül a halálos ítélet, mert sok volt a minion. Viszont X-Special lehet bajban, egy darabig villania kell azonnal! Nézd meg, mennyi életelen úszta meg, konkrétan az istenek is vele voltak. Azért a túlzott agressziót meg lehet büntetni. Igen. Hát volt villanása, már nincs. Már csak emlékét őrzi villanásának. Ryu és Bjergsen. Na, Bjergsen okosan taktikázik. Igen. Remekül Kai-tól. Ryunak viszont vigyáznia kell magára, mert átoknyelő ide vagy oda, ezért Bjergsennek van sebzése, és nem hiszem, hogy korai gyógyítást szeretne megint elhasználni Ryu. Hát ha csak nem úgy agresszívan a lekövetésért, mint az előbb. Jön a legutóbb? Aha. Igen. Igen, csak arra is figyelnie kell, hogy ugye Bjergsennél viharos lendület van, tehát egy jobb kombóval Ryu borítékolhatja a halálát. Tehát oké, mindegy. Ja. Tehát... Érkezik X-Special a középső ösvényre, és Mike Young is megörült. Jöhet, de tudja ez Bjergsen. És Svenskeren is itt van. Közelben, ugye Zeknek az csak egy ugrás. Mike Young pedig azt mondta, hogy Mizu Svenskeren, itt vagy? Akkor megnézzük a kék gólem erősítés, Svenskeren ugrani fog. És szintelőn mi van Mike Young, a sújtás pedig Svenskerené. Az igen. Wow. De Mike Young is sújtott. Csak túl korán. Ez annyi. Ez szép volt Svenskerentől, és ugyebár az is érdekes, hogy az elején éppen őt lehetetlenítették el, mégis farm előny az nála van. Mike Young viszont nem tágít a TSM-nek az északi dzsungel részéből, megint csak szeretne menni, ha másért nem is, akkor egy ellenőrző őrszemet kitakarítana. Ugye ő most már hatos szintet meglépte, így, hogy úgy mondjam, alászállhat majd a sárkány. Ez pedig egy túlvilági hívás. Mm-hmm. Ami marad is túlvilági, Mike Young már alá is szállt rögtön. Igen. De ezért Hauncert nem tudja még megbüntetni. Még pedig haladhat tovább ebben a sárkány formában.
ebben most egyébként ő óceán sárkány, vagy? Vagy inkább felhő? Nem ez van, ez jeges hős kinézett, nem? Igen, jeges, csak azért mondom, hogy óceán akkor, vagy felhő? Hát ha jeges, akkor inkább óceán. De hát a felhőből is lehet jeges hő, tehát... Jó, igaz, igaz. Nem, hát ő mind a kettőt megkapja, na. Maradjunk abban. Hát, hogy kap-e felhő sárkányt a Phoenix van, azt nem tudom, de az biztos, hogy az az első elemi sárkányunk a mérkőzésen. És erre, hogy melyik csapat nevezhet majd be elsőként, hát valószínűleg az, aki majd az elején az alsó ösvényen előnyt, vagy mondjuk gyilkosságot fog tudni szerezni. A kiégetéssel pedig láthatjuk, hogy Mike Youngnak annyira nincs is szüksége például a Bami parazsára, hiszen így is elég könnyen tudja takarítani a maga kis dzsungel szörnyeit. Már kíváncsi leszek, reflexívan nála. Uh-huh. Ami megint csak egy érdekes dzsungeles tárgyválasztás lehet. Mondjuk úgy, hogy régen láttunk már ilyen kiegészítést. Hát nem annyira régen, mint simán át, az is biztos. 2015-ben még High hozta el. Ugye a tip ellen. Ugye az volt az időszak, amikor High visszatért a sérüléséből, és dzsungelesként játszott, akkor még ugye Incarnation volt a középső ösvényes, aki már a Jensen nevet viseli. Tehát ugye High akkor tért vissza a Cloud9-ba, kiegészülünk ugye Lemonation-nel, és ők együtt odaig juttatták a Cloud9-t, hogy a hetedik helyről kijutottak a világbajnokságra. Konkrétan. Ami ez egy nagyon nagy teljesítmény volt a Cloud9-tól, és aztán nem sok hiányzott, hogy tovább is jussanak egyébként a világbajnokságon, a csoportkörből. Csak hát volt egy elég csúnya 0-3-as hetük. Hát azért ez a veszély már nem fenyegeti igazándiból a HE-kat, azért lássuk be. HE-kat nem, de a Cloud9 igen. Még versenyben van. Hát a Cloud9 igen. Ahogy mondhatnám azt, hogy valahol még a Phoenix van is, de hát sajnos ők nem. Nem, idén nem, vagy hát ebben a szezonban nem, hiszen láthattuk, hogy bár utolsó helyen vannak, azért 50 pontjuk van. Igen, és az első helyen lévő Immortalsnak nulla, igen, tehát igen. Ez egy nagyon érdekes statisztika ebből a szempontból, de hát tudod, azt mondják, hogy azt nevet, aki utoljára nevet. Uh-huh. Ja, ott a természet ereje érkezik, a lekötözés, természet feletti ugrás, gyilkolják a tankok a tankfát a felső ösvényen. Felhősárkány végül Mike Youngékat illeti közben. Mike Young pedig igen úgy tűnik, hogy annyira nincsen jó barátságban a családdal, vagy a familiával. Egy felhősárkány már le is ölt. Dehogy nem, hát ő csak kölcsönveszi az erejüket, aztán visszaadja. Többiek kikisajátítanák. Értem. Vörökszem megérkezik, Zig pedig táncolhat. Zik. Nincsen végső képesség, a levegőben van a fa. Aztán nem biztos, hogy el tudja azt, de el tudja végül, de túl késő. A végső képessége Erónak pedig nem elég ahhoz, hogy gyilkosságot érjen. Hát megszenvedtek ezért a gyilkosságért a TSM-es rácok. Wow, viszont milyen jó volt a farmolása. Igen. Hát Ero. Az első tornyot egyébként mindeközben a Phoenix One csapata ledöntötte az alsó ösvényen. Tehát oké, hogy a TSM hozott egy gyilkosságot, persze ez szép és jó, de a 13. percbe lépve több mint egy ezres aranyelőnye van a Phoenix One csapatának. Idei óráig, mert Hunter ezt a tornyot be fogja dolgozni. Felől ne legyenek kétségeink, miközben egyébként Ryu azért az átoknyelővel kezdett, de már Vigan építi a háromság hatalmát, kalapácsot és ragyogást is megvásárolt, mindeközben pedig Björzennél is már ott van az ősi korok katalizátora. Hát ez egy kellemetlen 3v1 volt Zignek, ugye Björzen segítségével, és ha már 3v1, akkor ne felejtsétek el, hogy kedden az Infinity eSport Baron találkozhattok velünk, illetve kollégáinkkal, ahol 3v3-as bajnokság keretein belül lehet megmutatni nekünk, hogy hogyan kell 3v3-on játszani. Ezen pedig akció, Svenskeren lehet bajban, illetve ő érkezett Ryu-ra, de végül csak félbe akartak szakítani. Úgyhogy gyertek, és hadd lássuk, hogy az idézők szurdokán kívül is van élet. Te jössz? Menjél? Nem tudom, én lehet megiszom ott egy bambit. Ha játszol, hát akkor fog. Ennyi meg egy Bambi. Akkor menjünk. Jó, menjünk. De akkor 5v5, az meg nem jó. Ne? Ne, nem baj. Nem, hát majd ki... Jó, akkor játszunk LoL TV egymásra hára, na? Nem, persze. Hát két különböző LoL TV csapatot lehet megvenni. Na, az már mindjárt más. Torony a célpont. Phoenix vannak. Svenskeren ugri, mert Mike Young remekül táncolt el Svenskeren érkezése elől. Vannak itt ilyen akciócskák, de gyilkosságok nem nagyon akarnak születni belőlük. Nem úgy, mint egy pokoli sárkány. Ami majd azért még várat magára jócskán, és most már
toronyban egyenlített a TSM csapata, de hát meddig? Csak eddig. Megint ott van a torony előny. A Phoenix Vannal, és ugyan nem Hauncer döntötte le azt a felső ösvényes tornyot, hanem Double Lift, de legalább a szépítés akkor is megvan. És érdekes, érdekes, finoman szólva is, az első tárgya Erónak. Jó. Oh. Uh-huh. Miért szomjas? Miért szomjas? Bizony, hát jó, Dravenhez. Miért tudom? Hűen, igen. A legutolsó Draven, akire emlékszem, az pont Double Lift volt egyébként. Igen? Igen, a visszatérése után a Team Liquidbe ő játszotta ezt a hőst egyből, és eléggé szét is verték vele. Nézzük meg, hogy ez a másik oldalon hogy működik. A természet ereje jön azért, hogy a hírnököt megállítsák, viszont fel kéne venni ezt a hírnököt, ha már elhoztuk. Svenskeren viszi el onnan Ziget, akit aztán visszahúznak, megvan már a hírnök, megy csomaggal Ryu. Svenskerent kéne büntetni, de őt nem olyan egyszerű, ő bizony egy Zek. Jó a dobás Ziktől, aki villan és a természet feletti erőt használja. Végül a célpont Biofrost, akit viszont el lehet tüntetni, a gyilkosság a sárkányt illeti. Mike Young bizony, ott van nála a gyilkosság. Ehhez kellett Zignek az agresszív előre villanása, és aztán a lekötözése. De hát, gyilkosság lett a vége, úgyhogy megérte. Nézzük a jó oldalát. Björzen a méreg felhővel próbált volna zónázni, de hát sokkal jobban lehet zónázni egy Maokkájjal, még akkor is, hogyha segítsége az nem érkezik meg időben. A csomagot Ryu jól használta ki, Svenskerent így villanásra lehetett kényszeríteni. Az alacsony manával, no meg életerővel rendelkező Biofrostra pedig megjött a dozer, amiről ugye már beszéltünk. Zig, villanás, helyhez kötés. Mákiáknak pedig megjött a sárkány alászálja. Nem mindegy. Ő megjött és sárkányként alászállt. Gyilkosság lett a vége. 2-1, ami a gyilkosságokat illeti a Phoenix Van csapatánál, ugyanúgy, ahogy tornyokban is az állás 2-1, és farmokban sincs igazándiból olyan nagyon lemaradva a Phoenix Vannak sem a felső ösvényese, sem pedig a középső ösvényese, bár team, vagy mind Hauncer és mind Björzen e tekintetben vezetni tud. Na jó, még Double Lift is. Na jó, még Double Lift is. Ez csak meg közben, hogy Hauncer egyébként mélységi maszkkal indított. Tudik, hogy ő szeretne Ziggel szemben. Igen, hát vagy ezt, vagy az igaz dicsőséget szokták megvásárolni első tárgynak. Arra a csógátra egyik sem rossz választás. Valószínűsíthetően az igaz dicsőség miatt. Azért nem érkezett az igaz dicsőség, mivel hogy még nem akar annyira harcolni Hauncer. Uh-huh. Tehát, hogy még ráér inkább az ösvényfázist erőltetni, ami érthető, neki még kell egy kis idő, még megnövekszik. Ráadásul a Phoenixon jól kezdett. A TSM-nek nem biztos, hogy most kéne harcolnia. A játék késői szakaszában nagyon erősek lesznek. Ilyen Erónak pedig most már előbb-utóbb kellene egy gyilkosság. Ha jól láttam, akkor már 130 jelzőt felpakolt magára. És egy hóhér hangját vett. Megint csak a True Damage-ért. Kell is az. Egy Zek meg egy csogát ellen. Ami nem feltétlenül rossz. Nem. A tankírtásokra. De mit csinálsz a Tarik végső képességgel? Hát megvárod, hogy elmondja. Addig megeszi Hauncer. Nincs nagyon erre lehetőségük. Nagyon ki kell jönni a dolognak. Ahogy ki kéne jönni ennek a pokoli sárkánynak is, viszont az valószínűleg a TSM-et illeti, viszont indul a buli, jön a természet ereje, ami lekötözi Svenskerent, illetve Biofrostot. Björksen és Ryu csereberélnek hátul. Itt a Tarik végső képesség. Négy ember is kap belőle, viszont nem öt. Jó a kábítás Zigre, akit vissza lehet húzni, visszamegy ő magától is. Ott van Mike Young, szét lehet ejteni kedves Zeket. Hauncernek kell villannia, be kéne fejezni Svenskerent, még le is sújtja Mike Young. A gyilkosság ismét az övé. Ryu még nem adja fel a bulit. Érte előre villan és meglövi a toboz, viszont kábítva van, illetve elnémítva. Mike Young újra villan, Erónál ott a gyilkosság, amit szerettél volna. Nagyon szép a halálos ítélet X-Special-től. Double Lift a következő, aki meghal. Az majd igen. Követi Biofrost. 4-0-ás csere a Phoenix Vannak. A TSM ellen, ezt ne felejtsük el. Elfogyott a levegőm erre. Jó, mindegy. De köszönöm. Magyar hangom, Edi? Fú, az igen. A Phoenix Van csapata tényleg meghúzta a váratlant ezekkel a választásokkal, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez nekik bejön. Hát Mike Young előtt is le a kalappal, de Erónak is ott van nem egy, hanem most már kettő darab gyilkossága. Jó, hát oké, nem fogja duplázni a... Na mindegy. Visszajátszás. A pokoli sárkányt nagy erőkkel szedi
összességében double lift, amit ugye el is tudnak hozni, viszont amiről már beszéltünk, hogy a tarik végső képességgel mit csinálnak. Nem csinálnak vele semmit, hanem tényleg megvárják, amíg az lejár, majd utána egyből fordulnak, jó a lekötözés Svenskerenre, aki hát darabjaira hullik, majd utána Hauncerre is jó az a lekövetés, nagyon sok életerőtől búcsúzik, és Rio, akiről már te is beszéltél, agresszívan megy, előre villan, hogy Hauncer ne tudjon menekülni, a némítás ugyan jó, de a végső képessége Hauncernek nem volt elegendő, utána még el lehetett kapni double liftet is, őt is be lehetett fejezni. És feltűnt most az igaz dicsőség, igen, hogy Hauncernél nem volt. Igen. Sokat számított. Igen. A mozgási sebesség bónusz, nem, én úgy gondolom. És nem kellett villannia a lekötésért most. Igen, egyébként. Ráadásul. Riónak kell onnan menekülni. Először csomag, majd Valkür, itt Svenskeren érkezését kellemesen tudja áthidalni. És hát Erónál ott a gyilkosság. És nézd a második tárgyat, ez a srác tényleg tankokat akar írtani. Uh-huh. Hát majdnem olyan, mint egy Lord Dominic, csak nézd. Még lehet, hogy neki jobb is. Ő emlékezteti a tankokat, hogy mit szeretne velük tenni és hogyan. És ha jól látom, szeretné őket kivégezni, reggelire megenni. Nem ére minden lehetősége meg is van ezzel a jó kis Dravennel, hogy szétszedjen mindenkit. Látod, Björkszön kettő darab alaptámadástól fél életerőre esett. Én azt gondolom, hogy lesz ez még egy is. Nagy kérdés. Illetve az is nagy kérdés, hogy oké, megvannak a gyilkosságok a Phoenix Van csapatának, de annyira nem mentek el aranyban, igazándiból olyan nagy célpont előnyt sem tudtak kialakítani, és ne felejtsük el, hogy Double Liftnél ott van egy Kalista, illetve Hauncernél egy Cho'Gath. A későbbiekben a nagy értékű célpontokra, mint például a Baronna sor, remekül vállalkozhatnak. Igen. És ember legyen a talpán, aki majd meg tudja őket akadályozni, ezért a Phoenix Van csapatának nagyon fontos lenne az, hogy minél hamarabb kialakítsák azt az előnyt, ami most azért bennük van, és átvegyék teljes mértékben a pálya feletti kontrollt, mert ha hagyják a TSM-et úgymond elkanászodni, akkor abból gondok lehetnek, de úgy tűnik, hogy ők nem akarják hagyni. Baron Nashot kezdtek a 22. perc legelején, amit abba kell, hogy hagyjanak. És muszáj lesz. Lebuktatták őket. A közeljövőben Baron Nashot hozni. Van 10 percük, én úgy gondolom, elhozni ezt a Baron Nashot, hogy náluk legyen az előny. Addig minden lehetőségük megvan, mert persze egy Cassiopeia, Kalista, Cho'Gath 3-asnál szinte elképzelni sem tudsz jobbat a Baronna sorjelhozásán, de azért a Sivana Corki, Draven 3-as sem egy elhanyagolható kombináció, hogyha Baronna sort akarsz elhozni, csak annyi a különbség, hogy nem szabad megvárnia, még a TSM kompozíció beérik. Magyarul a Phoenixnak ezt rövidre kell zárnia. Májkjának pedig a második befejezett tárgya az nem más, mint egy jégkalapács. Ugye most már ő is képes lesz lassítani. Hát igen, hogyha mondjuk helyhez kötése nem is igazán van, azért valami fajta csapat irányító, vagy hát lassítása vanna. Ne bonyolítsuk túl. Csapat irányító lassítása vanna. Igen. Szuper. Halálos ítélet nem találja el Svenskerent idő közben. És azt nézem, hogy Mike Young olyan nagycsönösen építi azt a Sivanát. Jó, nyilván ezt is így kell, csak hogy ez jutott eszembe róla, hogy lesz ott még buli azzal a sárkányjal. Akkor mikor vesz vérszomjast? Aztán megöt Aero. Jó, igaz. Egy vérszomjas egy csapatban. Ne túlozzuk el a dolgot. Nem tudom, egyébként innentől könnyen lehet, hogy már idézőjelben csak tankosítani fog. Valószínű egyébként igen. Ettől függetlenül még azért lehet nála is sebzés, de a TSM csapata válaszol. Nem. A torony döntést illeti. Érkezik a halálos ítélet X-Specialtől. Nagyon sok sebzést evett meg Zig. Ryu pedig nem tudott jól érkezni. Ugyanis a TSM tökéletesen állt össze. Igen. Így nem lehet beugrani Mike Youngnak sem. Főleg úgy nem, hogy Ziget már ki kellett hozni onnan a lámpással. A napszemüvegek pedig még nem is érkeztek. Mert nem volt rá szükség. Na most indul a buli, a túlvilági hívása a Rio célpont. Teleport. Igen. A lámpásra, ami már ugye nincs ott. Zig jó pozícióban érkezik, de nincsen lehetősége kezdeményezni, hiszen túl messze van. Úgy, ha talál ez a húzás, akkor igen, Hauncert le lehet kötni, viszont visszafordul a buliba Svenskeren, akit meg lehet menteni a tarik végső képességgel. Zig viszont csak most kezdje el élni a napjait. Double lift volt kicsit bajban, viszont ő kibírja a sebzést, és hiába köpköd Ryu, az nem elég ahhoz, hogy befejezze Hauncert, és per vagy Svenskerent. Baronna sor lehetősége a Phoenix Vannak most van. Van, de a TSM reagál erre. Úgy tűnik, hogy igen, jön a teleport Hauncertől is,
Akinek egyébként van villanása, így be tud jönni. Illanás azonnal el lehetett tüntetni a pályáról. X-Pesek, megvan a baronnasor a TSM-nek! Zigek is annyi lesz, nem ő éppensége még kibírja. Ryu volt az, aki végül ott hagyta a fogát. Köszönjük szépen! Egy tökéletes példa arra, hogy hogy kell Frankon eldobni egy jól kidolgozott előnyt. Hát ha csak nem mérkőzést is. Az biztos, hogy itt a Phoenix van. Túlvállalta magát, nem kellett volna ezt. Az a baj, hogy persze életerőket veszítettek, de Björnsen teljes életerőn volt, double liftet sem igazán zavarja, hogy életerőt veszít egy letaszított király kardjával, és ott volt Hauncer, minden idézői képessége bent volt, és egy csógátról beszélünk az Istenért. Ez nagyon-nagyon bátor húzás volt a Phoenix One-tól, a TSM ellen pedig általában ezek a bátor próbálkozások általában balul sülnek el. Most is megbüntették. Na de nézzük, hogy hogy történt. X-Special próbál zónázni és feltartani a TSM-es srácokat, de a legnagyobb probléma nem is onnan jön, hanem Hauncer, aki bevillan, nem kábított ő senkit, ahogy nézem, de a kövé dermesztés az három emberre is jó volt, nem lehetett sújtani sem. Szenszkerennek gyakorlatilag ez egy ingyen baronnasor volt. És nagyon kellemes. Erősítés most a TSM-nek. Igen. A Phoenix-en pedig kicsit foghatja a fejét. Az előny náluk, de meddig? Igen, a meddigen van a hangsúly. Nem hiszem, hogy ki tudják védekezni ezt most tornyok bukása nélkül. Arra nem sok lehetőségük van. Legalább egyet elveszítenek, ha nem kettőt. De még többet is simán. Az alsó ösvényen már el is tudott hozni egyet. Ugyebár Hauncer. Korkival próbál válaszolni a Phoenix van erre, hogy Ryu az szintén, illetve a felső ösvényen nyomul előre, és valamilyen előnyt kidolgozzanak, mert itt megint tornyot fognak bukni. Igen. És az a baj, hogy Ryu ott marad. Nem, mostanában eljön. Nem. Jó, nem csak, hogy Hauncer esetleg hátba kerülni, igen. De... Nem tudja. Nem. Okos volt Ryu. Hauncer ugye pront megpróbálta megkerülni, viszont ő ott ért haza. Hauncer pedig az ösvényről jön, azt látja, és akkor egyszerűen egy repüléssel eltávozik onnan. Svenskeren érzi ugyan a sebzést, de ez annyira komolyan nem. Pedig azért láthattuk, hogy Dravenben van sebzés. Majd erre utóbb, hogy egy Eleven szabját is meg fog vásárolni, meg valami fajta alaptámadás növelő tárgyat. Már ami ugye a serényből fakad, ki tudja, talán egy statikus töltőpengét, vagy ő is majd egy gyors tüzelőágyút, mint Ryu. Megteheti, de akár egyébként ebből még egy Phantom táncos is lehet. Sőt, talán az is a legvalószínűbb. Na mindegy, meg fogjuk látni. Ahogy azt is meg fogjuk látni, hogy Hauncer is készül az ő sebzésére. Bokor mellény már ott van nála. Sodronying is. Tüske vért. Hát igen, nem feltétlenül ebből a kétágyból, de igen, a bokor mellényből meg lesz az. Ami fájni fog. Uh-huh. És a Hauncer még vesz hozzá egy jó kis vízköpőt is, na akkor se lesz egyszerű megölni őt. Hát utána megölhetetlen körülbelül. De kérdés, hogy tart-e addig a meccs? Aha. Mert a DSM most nagyon nyomulhat előre, és egy elhibázott Phoenix valós csapatharca mérkőzésükbe kerülhet. Konkrétan. Igen, és ugye erről beszéltünk nem olyan régen, hogy nem alakított ki a Phoenix van akkora nagy előnyt, és azt az előnyt még igazándiból le is adták azzal a baronnasorral. A TSM abszolút meccsben van, ne legyenek kétségeink. Nem csak a baron miatt, anélkül is, mert egyébként ugye a baronnasor erősítés meg közben már le is járt. Nagyon tankosak. Ott van Hauncer tankos, ott van Sanskrit tankos, ott van Biofrost. Halál, a halálos ítélet Hauncer, akit vissza is ütnek, jönnek a napszemüvegek. Hauncer éppenséggel túléli egy életerőn, double lift viszont nem, mert Mike Young ott van a nyakában. Próbálnak tovább menni, le lehet fejezni, végül Hauncert Ryu-nak kell villani a pattanyunkkal, elvisznek két embert is onnan. Így Svenskeren feláldozza magát a csapatért, egy mindenkiért, a mindenki pedig most megköszöni Svenskerennek a segítséget. Darabjaira hullik, majd eltávozik az élők sorából. Szép húzás a Phoenix One-tól, van még remény. Igen, Svenskeren nagyon önfeláldozóan cselekedett, gyakorlatilag ásztól mentette meg a csapatát. Maokai végső képesség jött, nagyon sok embert helyhez lehetett kötni, többek között Bjerzent is, akinek így a végső képessége gyakorlatilag végig bent maradt, és egy Cassiopeia végső képesség nélkül csapatharcolni, az nagyon nagy luxus. Rá is fizet a TSM csapata, amiről pedig beszéltünk, hogy Svenskeren önfeláldozóan az életét áldozta ezért az ügyért,
Mit veszít ebből a TSM csapata? Hát egy tornyot mindenképpen. És lehet, hogy összességében csak ennyit. Na jó, Edi, lehet, hogy egy kicsit leírtuk a Phoenix Sun-t. Nem, azt mondtam, hogy a TSM meccsben van. Nem, még a Baronnasor hívás elhozatálnál. Azért ez most egy nagyon szép csapatharc volt. Igen. És nem biztos, hogy ez egy nagyon pozitív, sőt. Húzása nagyon kellett. Pozitív lesz a Baronnasor powerplay-n, úgy gondolom, de nem sokkal. Tehát talán pont annyival, hogy a Baront elhozták, mert hogy tornyot hozott közben ugye Ryu is. Igen. A felső ösvényen, plusz most még egy torony, plusz három gyilkosság. Igen. Ez korán sem biztos, hogy annyira pozitív lesz, még közben Double Lift is megveszi a halálos emlékeztetőt. Az a Kalista most már sebezni fog bőven, most már csak Björksenre kéne az a sapka. Vízköpő közben ott van a Hauncernél, ahogy egyébként előbb-utóbb Svenskrennél is ott lesz. Mindeközben Ero pedig ugye a gyors tüzelő ágyút vásárolta meg, és jön majd X-Specialhöz egy megváltás. Hát igen, a hívők töménye után, vagy inkább a megváltás gyengítése után azért már nem ez a prior választás a támogatóknak, de jelen helyzetben hasznos lehet. Lehet, de nem lenne jobb, hogy hívők töménye tényleg? Na, jó kérdés egyébként. Meg az is, hogy miért nincs, de ezt most engedjük el. Nem, miért nincs, ez az érthető, mert be kellett ugye fejezni a támogató tárgyakat, de szerintem, na mindegy, majd meglátjuk. A hívők töményével most sokra menni ne kezdeményezi, és Svenskerentől, akit lekötöznek azonnal, próbálja a természet erejébe fedezni, Ziget lehetett bevinni a buliba, majd felrobbantani Bionfrostot, így viszont a Tarik végső képesség nem a legjobb. Ryu érkezik a buliba Hauncern, ott a vízköpő, Ryut nem lehet felfalni, Hauncert viszont meg lehet enni reggelire, amikor visszanyal az a fagyi, és te a rossz végén vagy a vadászpuskának. Azt éli most meg a TSM, ugyanis Svenskerent is darabokra tépik. Double Lift viszont ugrál, és befejezi Ryut a halálos ítélet, gyönyörű X-Specialtől Double Lift túléli. Ez egy quadra lesz! Double Lift végül nem tudja egyelőre befejezni X-Specialt, de csak a lövész egymagában nyeri meg a csapatharcot a TSM-nek. Atya úristen! És ez van, ha lebecsülöd Double Liftet. Mindenkit megöltek, mindenkit, még a végén Zig marad és X-Special, az pedig nem elég ehhez, hogy ezt be lehessen fejezni. Főleg az a villanás. Annyira fókuszálták Hauncert, hogy meg tudják ölni azt a undorító szörnyeteget, aztán meg Björzönt, hogy Double Liftre egyszerűen nem maradt már nafta, de nézzük meg, Svenskeren kezdeményez, Zignek remek lesz egyébként a viszont válasza a végső képességével, még egyébként Hauncert némítása előtt a pattanyunkból még tud menekülni, megint csak nagyon szép volt X-Specialnek a halálos ítélete, és az is, hogy Ryu jön és elzárja a Hauncert, remek, de nézd meg Double Liftet, nézd meg hol van, mit csinál és milyen sebzés jön rá. Semmilyen. Ugrál, szaladgál, amíg Björzent kergeti le Mike Young, tök jó. Senki nem foglalkozik Double Liftet, senki. És az a villanás, amiről beszéltél, életmentő volt. Azzal pont, hogy meg tudta ölni Ryut, ennek a harcnak vége Baronnasor, nincs visszalopás, Mike Young beugrik, aztán kijön. Hát itt nem sok esélye volt Mike Young-nak, lássuk nem, be. Nem. Ez azért itt egy megsüvegelendő dolog lett, igen, volna ellopni a Baront. Ha belegondolom... Nézd meg! Igen. Nézd meg! 8231 egyetlen egy csapatharc alatt. Igen. És hát. Nem véletlenül veszi Mike Young az adaptív sisakot. Nagyon fog kelni neki. Jó, elsősorban nyilván Björksennek szól. Már az előző harcban is megvolt egyszerűen. Jogos, de... Mindegy, úgy nézzük, hogy a TSM kezdeményezett, a Phoenix Sun az egy szép csapatharc volt egyébként. Persze. Csak több lehetett volna benne. Igen, meg az a kérdés, hogyha 4 az 5 ellen tudsz harcolni, annál jobbat, hogy akarsz? Aha. Hát, 4 a 3 ellen, vagy 5 a 3 ellen. Értem én, hogy pont Bionfrostot tudták elkapni, akinek egyébként kb. A végső képessége ment is a kukába. Függetlenül attól, hogy ő elnyomta, de... Nem lehet egyszerűen. Az a baj, hogy azt a csogatot nem hagyhatod figyelmen kívül, de egyszerűen annyi ideig tart, amíg megölöd, hogy a végére nem marad semmi másra energiád. Na, a TSM most nagyon erős hősöket kapott egyébként. Tehát ezzel a kombóval, az, hogy a Phoenix Sun mérkőzésben van, ezt
csak is annak köszönhetik, hogy meglepték a TSM-et, és hogy nagyon korán nagyon szépet tudtak hozni. Megint ugyanaz a taktika, Biofrost kerül sebzés alá, Svensken ugrik be, majd viszi ki magával még hozzá eléggé sebezhető embereket, X-Specialt és Ziget végül könnyen tüntetik el a pályáról. Biofrostot próbálták visszadobni a túlvilági hívással, a sebző karakterek még élnek a Phoenix oldaláról. Ledőlhet az inhibitor, de ne becsüld azért le még Eroékat. Nem fog tovább menni a TSM, inkább a felső ösvény felé veszik az irányt. Ebben még akár egyébként egy bait is benne lehet. Hunter sem tért még haza, és Ryunak nagyon kell vigyáznia most a na, őrére. Na, Björnsennek kell vigyázni. Most Ryu az, aki elvillan Svenskeren elől, és Svenskeren rávillan Eróra, összerántja a két kerít, megy Biofrost és próbál sebezni, és ki is végzi az ellenfél lövészét. Majd Mark Yang is ott hagyja a fogát. Ryu a következő, ő viszont a feldobásból sehova sem megy, meg fogják enni vacsorára, és hiába jön Zig, és hiába jön X-Special. A Phoenix Fan gyönyörűt játszott, nagyon nagyot mentek. Voltak pillanatok, amikor elhittük, hogy megfogják a TSM-et. Nem tudják, ez egy 2-0 TSM lesz, nagyon valószínűen, és X-Special a lámpással semmit nem fog érni. Nem tudnak itt már mit csinálni, van még 20 másodperc addig, amíg Ero visszatér a pályára. Zig még próbálkozik, feltartja a TSM-es srácokat, őt viszont meg fogják ölni. Aki elvillan, double lifttel próbálkoznak még valamit kezdeni. Van-e remény a Phoenix Fan-nak? Nincsen. A Nexus le fog dőlni, és ezzel a TSM hozza a kötelezőt. De nagyon-nagyon-nagyon nyögvenyelősen. És hogyha beszélgettünk ugye arról a mérkőzésen, hogy mi a gond a Phoenix Fan-nal, vagy mi miatt nem teljesítenek úgy a szezonban, ahogy azt mondjuk tavaly tették, azt hiszem erre most választ kaphattunk. Igen? Valami hiányzik, egyszerűen. Valami mindig hiányzik. Tök mindegy, ki ellen játszanak, teljesen mindegy, hogy mi a helyzet most is. Gyönyörű szépen elhozták a mérkőzés korai szakaszát. Váratlan, érdekes választásokkal éltek. Micsoda meglepő dolgok vannak ma, nem? Igen, igen. És oké, rendben van. Odaadták a TSM-nek gyakorlatilag a legyőzhetetlen csapatot. De ezt a Phoenix Fan szerintem tudatosan engedte át. Azt mondták, hogy hadd jöjjenek, hadd hozzák el. Nekünk van rá egy válaszunk. Volt. Csak onnantól kezdve, hogy a hősök kinőtték magukat, a tankok olyanok lettek, onnantól kezdve már nem nagyon volt erre válaszuk. Minden megpróbáltak, de egyszerűen ebben a kompozícióban annyi mindenre kellett figyelni egyszerre, hogy ennyi nincs. Nem volt akkora előnye a Phoenix annak, hogy és főleg amiatt a baronnosor elvesztés miatt nem volt. Hát az én az egész meccs másképp alakul, és valószínűleg akkor egy 50 percig tartó lassan formulgatós meccset kapunk, ha a Phoenix nem tudja befejezni a 30. percig. Így viszont olyan pozícióban, amikor nem biztos, hogy náluk volt az előny is, hely tudtak állni. És nem is kicsit. Nagyon szép játék, és ugyanezt tudjuk elmondani, a Phoenix-ben van potenciál. Igen. Ha Mike Young marad, akkor meg lennék lepve, hogy kiesnének. De vesztettek. Igen. Amiről ugye beszéltünk a meccs elején, megvan bennük a lehetőség, meg a szép játék, meg minden kutya füle, eredmény nincs. Ennyi. Hát sajnos az nincs. Legalábbis egyelőre. De azért nézzük meg, hogy hogyan alakultak a harcok. Ez ugye az, amikor kezdeményez Svenskenem. Igen. Amikor ugye Tarikot, illetve Biofrostot le lehetett takarítani, és 5-4 ellen harcolhattak, gyakorlatilag a tankon kívül mindenki teljes életerőn, csak éppen Björzent és Double Liftet nem figyeld tudták ezt a fókuszolni. Igen, persze, nagyon szép volt, és az pont elég volt arra, hogy Double Lift befejezhesse Erót. Igen, és itt Ryu halála a kulcsfontosság. Tehát, hogyha itt egyetlen egy ezred másodperce X-Special előbb akasztja a nyakába Double Liftnek azt a kampót, akkor szerintem az egész szituáció másképp sül el, és egy kristálytiszta ász kapott volna. Igen, és hogyha jól gondolom, akkor nem minket láttok, nem véletlen. El fogunk menni egy rövid, vagy hosszabb 10 perces szünetre, amikor a nap második szériája érkezik. Igen, ki nem tudja, sokára. Talán még egy csak Double Lift interjút is megmutatunk. Csak hát egyelőre még bizonyos szintű akadályai vannak, ugyanis egy Robika van a stúdiónkban. Igen, egy valaki óriási szörnyet. Valaki egyébként összetörte a szemét, én úgy érzem. És most ő ezzel határozottan nem találja a tornyokat, hogy mit kéne ledönteni, na? Igen. Megpróbálod megfogni Robit? Hát komolyan mondom, mindjárt odafordítjuk a kamerát, hogy micsoda vadászat van itt. Tehát a szivír végső képesség elmehet a fenébe. Ó, Eddie a vér bosszút állta szegény Robin.
Akkor mi pedig elmennénk egy 10 perces szünetre. A komoly vadászokkal ki kell pihenni. Pierce még ad neki egy kicsit. Ne menjetek sehová.